Mindenkit szeretettel köszöntök. Arany János mit hagyott ránk? Először is ezzel szeretném kezdeni, mert hogy egy kis kulcsot adni ahhoz, hogy hogy tessenek olvasni Arany Jánost. Arany Jánosnak négy nagy öröksége van. Négy nagy öröksége. Kezdem a legkisebbtől. A legkisebb öröksége, hogy ő vezeti be a magyar költészetbe a rövid verset. Ez négy sorosokat jelent, kb. 54 soros verset írt. Disznairól, hajdanonta, konyafülű nyájról, de most híres nagyszalonta az ő aranyáról. Micsoda vers ez is, ugye? Csak úgy egyébként, hogy ma 62 éve annak, hogy megtettek engem Johannak, esztendeim hát bővibe vannak, nem sok időt ígérek magamnak. Szülőhelyem szalonta, nem szült engem szalomba, azért vágyom naponta, kunyhóba és vadonba. Mert puritán ember volt. Amikor Gesztre járt a főispánnak a fiát tanítani, és kijelölték a palotában a lakosztályát, ő azt mondta, hogy oda nem költözik be, de ott van a kastélytől egy 50 méterre az erdő szélén egy kis kunyhó. Olyan 3x4 méteres, oda beköltözik. Most is mutogatják, ha eltetszenek menni Gesztre, az ugye átmegyünk Nagyszalonta után a magyar határon, és ott van Geszt, akkor ott felújították ezt a kis kunyhót, ott házi tanítóskodott Arany János. Az életének az utolsó versét is március 2-án írta, 1882-ben, 67. életévében halt meg. Életem 66. évébe, köt engemet a Jóisten kévébe, betakarít régi rakott csűrébe, s vet helyemre más gabonát cserébe. Ez volt az utolsó verse. A gabona a régi paraszti nyelvben az életet jelentette. Életem 66. évébe, köt engemet a Jóisten kévébe, betakarít régi rakott csűrébe, s vett helyemre más gabonát cserébe. Ugye fölemlítettem néhány négy sorost, egy különös emlékem fűződik, hogy egyszer írtam egy könyvet a rövid magyar versekről, egy ilyen albumszerű volt, és a címoldalára föltettem egy Arany János négy sorost. Így terveztük meg a grafikussal. Eljutott Vas megyébe ez a kötet, és egy tanárnő a 10 percben az osztályteremben ott hagyta a katedrán. A gyerekek ott jöttek, mentek, és az osztály legrosszabb fiúgyerek, aki utálta az irodalmat, úgy kezdte kézbe venni a kötetet, és olvasgatta a négy soros verset, egy Arany János négy sorosot. 10 perc alatt megtanulta, és elgondolta, hogy az édesapját meglepi ezzel. És ha hazament, és este jött haza a vállalkozó édesapja volt, ugye forradalom utáni történet, és azt mondja, apu, én tanultam majd verset. Te verset, fiam, már utálod a verseket. De én egy aranyát, te Arany Jánost ugyan ne beszélj már marhaságot. De azt mondja, apu, hallgass meg. És odáll az édesapja elé, és azt mondja, az időkben semmi nagyság. Az ember mind csak pénze zsák. Szólni hozzá hasztalan, szíve nincs, csak szíja van. Ugye régen a bugyellár is szorították meg szíjakkal. Apa elkezdett ott remegni, ugye, hogy őról Arany János verset írt, ugye a mai magyar nagyvállalkozó, hogy az időkben semmi nagyság, az ember mind csak pénze zsák, szólni hozzá hasztalan, szíve nincs, csak szíja van. Talán beruhant az iskolába, és azt mondja, hogy ma maguk ilyen verseket tanítanak? Azt mondja, nem, hát a Reisingernek volt itt a könyve a katedrán, utána majdnem följelentett az apa engemet. Hogy én mit kezdek? Arany Jánossal lázítom a gyerekeket arra, hogy ők a nagyvállalkozó embereknek így a szemükben mondják, hogy nincs idejük. Ugye akkor az amerikai statisztika az volt, hogy egy apa 40 másodpercig foglalkozik egy nap a fiával. És mi közelítettünk ehhez. Tehát azért, hogyha egy gyerek elmond egy verset, és az apa többet foglalkozik, és én üzentem vissza a tanítónénének, hogy
Nekem nagy öröm, a irodalomtörténészeti pályafutásom egyik legnagyobb öröme, hogyha megtanul valaki egy négy soros verset, még el is mondja az édesapjának, és az még találva is érzi magát, tehát most már nyugodtan halok meg, mondom most már. Tehát ez Arany János első öröksége. Tessenek olvasni, ezeket a rövid verseket ő mondacsoknak nevezte. Mondacsok, érdekes, hát csak olyan rövid mondások. Például amikor meghalt a lánya, és 13 évig nem tudott verset írni, az egyik ilyen mondatnak a végén azt mondja, hogy azt írja oda zárójelbe, nem tudom folytatni, nem megy. Pont, pont, pont. Arany János 13 évig elhalkult, 1863 és 76 között, amikor Juliska lánya a gyermekszülés után fél évvel és éppen karácsony utáni napokban a saját keze között halt meg Nagyszalontán. Arany akkor már Pesten az akadémia titkára volt, de sürgőn kapott a lányától, hogyha még akarsz látni, édesapám, gyere haza. Hazament, és hát a kislánya is. Az vigasztalta őt, hogy a kislánya rendkívül hívő lelkületű volt, és ő tényleg hitt a feltámadásban és az örök életben, amivel tegnap befejeztük a Szép napkeletnek című verssel a Petőfi elemzést, és Aranynak ez adott némi megnyugvást, és azt írta oda, hogy a lélekkel találkozok. De utána azt is odaírta, hogy nem bírom tovább, nem megy. Na, 50 ilyen rövid verset írt, és ezzel megindította a magyar költészetben a rövid versek árját, ami mind a mai napig meg sem áll. Ugye a Pilinszky híres négy sorosa, a Rónai György, Vörös Sándor négy soros ciklusai, tehát ugye, mert négy sorban azért nagyon sok mindent ki lehet fejezni, ha az ember ki akar fejezni. Ez Arany János első és legkisebb öröksége. Mi a másik öröksége? A másik öröksége az, hogy ő Petőfi eltűnése után érezte, hogy a Petőfi olyan magasra tette a költészetet a magyar nép előtt. A költészet Petőfiig semmi volt a magyar nép előtt. Férfiak költészetet nem olvastak, asszonyok járattak irodalmi újságokat, a költészet egy nagy nulla volt. Petőfi 6-7 év alatt a költészetet a legmagasabb csúcsokra tornázta fel, ott is maradt, mert minket így is emlegetnek, hogy Petőfi nemzete, meg Petőfi népe, de Arany érezte a felelősséget, hogy neki Petőfit folytatni kell, de Petőfit nem lehet folytatni, Petőfi egy olyan lírai tehetség, Arany meg olyan zömök, olyan lassú, olyan mindent ki kell magából úgy érlelni, egész más típus. De megtalálta azt a lírai formát, és ezt tessenek megjegyezni, ez a 7 strófás, 8 soros. Tehát egy vers áll 7 versszakból, és az egyes versszakok 8 sorból. 7x8 az 56. 56 sorban próbálja elmondani az emberi életről a legmélyebb meglátásait. Ezek a legnagyobb aranyversek. Visszatekintés, óriási vers, visszatekintés. Évek, ti még jövendő évek, tehát most mondom azokat a verseket, amiket érdemes elolvasni a körülbelül 6-700 aranyköltészetben, én 40-50-et ajánlok. Általában egy költőtől, hogyha van 40-50 nagy vers, az már nagynak mondható, Petőfinél ez 230, de a többinél csak 40-50. Aranynak sincs 40-50-nél több nagy verse, de ezt javaslom. Visszatekintés, évek, ti még jövendő évek, kertben, magányban, letészem a lantot. Ezek a legnagy, mondom, mindegyik 7 strófás, 8 soros, de más rímképlettel, más szótagszámmal, tehát rendkívüli változatossággal. Ezekben a versekben mondta el Arany János az életről a legmélyebb gondolatokat, és olyan tömören, olyan röviden, csak két sort idézek önöknek. Ma is az egyik legnagyobb probléma, hogy a tömegeket hogy tudják elhitetni a mai világban. Ma a világ legnagyobb problémái azok média problémák, nem? Hogy a tömegtájékoztatás, a hírközlés, az influencerek, a kommentárok egyszerűen milliókat vagy százmilliókat hitetnek el. Ezt Arany János a következőképpen fejezte ki, tessenek nagyon figyelni, mert összesen egy sort fogok idézni,
aranya tömörítés mestere. Vár Tétován a nép, remegve bölcse. Vár Tétován a nép, remegve bölcse. A nép mindig tétova. A nagy tömegek soha nem tudják az igazságot. Hogy Szent Györgyi Albert mondta, a nagy tömegek nem is az igazságra vágynak, hanem a jólétre. A megélhetésre, hogy idéztük ugye a Madács ember tragédiája 12. színéből. Vár Téta, a nép az soha nem tudja, hogy most jobbra nézzem, balra nézzem, most mi jön, hogy akarnak csőbe húzni, mi lesz ebből a világból, kik viszik itt most egy háttérhatalom, vagy nemzeti kormány. Ugye ma is, hogyha megkérdezünk 10 embert, hogy szerintem most milyen világot élünk, vagy merre halad a világ, hát a nép tétova, mert nem jár utána a dolgoknak, nem keres mértéket, mindig az adott helyzet szerint mérlegel. Vár Tétován, a nép mindig várakozik, most kihoz jobbat, ki hazudik nekem nagyobbat, melyik róka jön, aki nagyobb sajtot fog a számból kiénekelni? És akkor a nép énekel, a sajt lehull, és a rókák elviszik. Vár Tétován a nép, vesző, remegve bölcse. Tesszel kérdezni, hogy micsoda feszültség van ebben a sorban? Na tehát vannak bölcs emberek, hát hol az értelmiség? Hol vannak a gondolkodó emberek? Hát azok se tudják megmondani egy faluban, egy városban, egy országban, hogy emberek vigyázzatok, mert most így csapnak be benneteket, ott csapnak be. Vár Tétován a nép, remegve bölcse. Az értelmiség meg fél. Mitől fél? Hogy elveszíti a pozícióit? Hogy nem lesz olyan jó az élete, mint addig volt? Vár Tétován a nép, remegve bölcse. Vagy nem meri megmondani, gyáva? Tehát ez egy sor a Magányban című verséből, 1860-ból, de ez az egész 7-strófás, 8-soros költészete mind a mai napig meghaladhatatlan a magyar költészetben, mert arany annyi mindent elmond az életről, én is éltem. Vagy nem élet a születésen kezdeni? Így kezdődik például az Évek ti még jövendő évek című verse, és innen fogja fölgabaítani a dolgokat. Aztán vannak olyan 7-strófás, 8-sokhoz hasonló nagy gondolati költeményei, hogy leszáll az este, és sokszor művelődési házakban tartok előadásokat, és így nincs elfüggönyező, hogy száll az este, akkor mondom, kérem, most akkor hallgassanak meg egy aranyverset. Száll az este, holló szárnya megrezzenti ablakom, ereszkedik lelkem árnya, elborong a múltakon. Nézek vissza, mint a felhő, áthalat vidékre néz, oly komor volt, oly zöldellő, oly vidult most az egész, boldog évek, ha ugyan ti boldogabban folytatok, múltam zöld, virányos hanti, hadd merengjek rajtatok, bár panasszal, bár sohajjal, szám akkor is már telvelőn, kevesebben volt egy jajjal, hittel csüktem a jövőn. Most ez a hit néma kétség. És minél messzebb haladok, annál mélyebb a sötétség, és vissza nem fordulhatok. Nem magasba tör, mint másszor, éltem lejtős útja ez, mint ki éjjel vízbe gázol, s minden lépést óva tesz. Ez egy döbbenetes nagy vers. Ennek az elemzése egy órát lefoglalna, csak úgy fölidézem önöknek, nem fogok belefogni az elemzésébe. Ez a Lejtőn című verse. 11 évig dolgozott rajta. Aranynak nagyon sok a félbehagyott verse, a töredéke. Az egyik töredékét soha nem tudom elfelejteni, 1877-ben írta. Még ez egyszer, még utószor, hadd zendüljön meg dalom,
Miért sebeim rejtegetni? Szégyené a fájdalom? Tán könnyebbül a nyílt érzés, ha sohajban rést talál. Ó, ez örök benső vérzés, ó, e folytonos halál. Egyedül a társaságban, ezerek közt egyedül. Ez is egy óra elemzés. Nem fogok bele, de azért fölidézem. Tessenek elolvasni, még ez egyszer, még utószor, ez a töredék címe. Ez Arany János második nagy öröksége. A kontemplatív líra, a gondolkodó líra, a tűnődő líra. Egyszer Pilinszky Jánossal beszélgettem, mert én már olyan öreg vagyok, hogy hát ilyen nagy költőkkel beszélgettem, hát ő is már 81-ben meghalt. Azt mondja, hogy elmentem Vas megyébe, Töröcsik Mari meghívott a birtokára, tehát ő a férjével elment ugye a színészi dolgok után, én egyedül maradtam egy parasztház udvarán, de a szomszéd Józsi bácsinak azt mondta Töröcsik, mert azért nézzen át a Jánosra, hogy azért tartsa szem egy költő, ugye hát egy költő azért sok minden furcsaság csinál. Na este délután, este megjön Töröcsik Mari a feleség, a férjével, na azt mondja, mit csinálta János? És nekem Pilinszky mondja ezt a történetet, azt mondja, a Józsi bácsi egy szót mondott rólam, de a műkritikusok nem tudnak ilyen pontosan, mint egy parasztember. De mit csinálta János? Tűnődött. Ült kinn a széken, és tűnődött. Tűnődött. Szép magyar szó ez a tűnődik. Na hát Arany Jánosnak a tűnődő versei, ezek a hétstrófás nyolcsorosok, a legnagyobb darabjai az életművének, ilyeneket ír benne, hogy közönös a világ, és az élet egy összezsúfolt táncterem, sűrök, forog, jöjjő, megy a népség, ki és be, szűne, szüntelen, s a jövőket, távozókat kibírná mind köszönteni. Elég, ha az ismerőst megismeri. Közönös a világ. És az ember önző, falékony húsdarab. Miképp a hernyó telhetetlen, mindig előre más, harap. Ilyet nem a magyar költészetben, az egész világ lírában nem írtak le. Tegnap idéztem Petőfitől, hogy sötét a bánya, égnek benne mécsek, sötét az éj, égnek benne csillagok, sötét az ember kebele, nincs benne mécs, nincs benne csillag, még csak egy hamvadó sugár sincs. Na de ezt is meghaladja Arany János, amikor azt mondja, hogy közönös a világ, az ember önző, falékony húsdarab. Miképp a hernyó telhetetlen, mindig előre más harap. Ezek a magyar költészet nagy pillanata, amikor bevilágítanak a költénk, hogy ember, meg kell változnod. Ha nem változol meg, akkor halálra vagy, örök halálra vagy ítélve. Ha nem térsz meg, ha nem változol meg, akkor nincs se itt boldog életed, se más örök életed. Ez Arany János döbbenetes erővel tudja kifejezni. A harmadik öröksége Arany Jánosnak, a balladái. A ballada műfaját az ókori irodalom egyáltalán nem ismerte. Se a kínai, se az indiai, se a görög, se a római. A 13.-14. században Európában találják ki a balladát, mind a mai napig Gregus Ágost esztétánknak a meghatározása a legtökélet, hogy mi a ballada. A ballada tragédia dalban elbeszélve. Tragédia, dalban, elbeszélve. Tehát a régi három műnemnek, a drámának, az epikának és a lírának az összefoglalása a ballada. Nem kell elmenned színházba. Nem kell elolvasnod egy ilyen vaskos regényt. Vedd magad elé Arany János 40 balladáját, és az emberi élet legalapvetőbb kérdéseiről egy-egy ballada nyomán 10 perc alatt bepillantásod nyílhat ezekbe a kérdésekbe. És ezért örülök, hogy most balladák fognak megszólalni. Mielőtt rátérnék a balladákra, Gyulai Pál, ugye az erdélyi származású irodalomtörténész azt mondta, hogy a Arany a ballada Shakespeare-je. Ez nagyon helyes meghatározás. Ilyen 40 balladája nincs a világon senki költőnek.
A balladák általában a bűnről, a bűnből való kiemelkedésről, az igaz életről, a lelkiismeret furdalásról, a lelkiismeret tisztító hatalmáról szólnak, és akkor szólaljon meg most az első balladánk, az Ágnes asszony, amit akkor, hogyan is jött létre ez a ballada? Egy kicsit fölvezetem, jó, hogy legyen egy kis bevezetés hozzá. Arany János azt mondta, hogy életében kétszer szerzett tapasztalatot Istennel. Az első tapasztalatot akkor szerezte, ő református volt, de nem volt neki igazi hite. De azt mondta Arany János, hogy neki akkor lett először hite, amikor 1849. augusztusában bujkálnia kellett, nem mehetett haza Nagyszalontán a házába, mert hát ő volt a Nép barátja című folyóirat szerkesztője, honvéd is volt, zászlóalja is volt. Amikor az oroszok bevonultak Nagyszalontára, állítólag az oroszok parancsnoka a feleségének már előre részvétet nyilvánított, hogy a férje lógni fog, mármint hogy Arany János. Ezért Arany János ott hagyta a házát, és tanyákon, tehát a Nagyszalonta környéki tanyákon és falvakban bujdosott, és este a napszállat után ment haza, és egyszer 49. augusztusa, tehát ugye tudjuk jól, hogy akkor volt a fegyverletétel egyéb, ahogy a saját szántóföldjén ment át, már le volt aratva a búzája, asztagokba volt, hirtelen forgószél kerekedett, és belevágott a villám a búzájába, és fölégette az egész évi termését. Most nem tudom, hogy tetszene-e tudni, mert manapság már a mezőgazdaságról a mai emberiség elég keveset tud, hogy a régi paraszti világban az volt, hogyha mondjuk volt egy családban, az ő családja négy tagból állt, tehát két gyereke volt már akkor, ha learadtak annyi búzát, hogy mondjuk négy mázsa búzát be tudtak tenni az éléskamrába, akkor azt mondták, hogy már nem halunk éhen, mert kiszámolták, hogy egy ember hogy nem hal éhen egy évig. Ezt a Biblia alapján számolták ki. Önöknek is nagyon tanácsolom, hogy a Bibliának egy rövid könyvét mindenképpen olvassák el, ez a Rút könyve. A Rút könyve egy négy oldalas kis könyv, Goethe a világirodalom legszebb elbeszélésének nevezte, amelyben szó van arról, hogy hogyan él meg egy idősödő asszony a mennyével, miután elveszítette a férjét és a két fiát. Tehát két asszony hogyan él meg? Hát úgy, hogy a menye elmegy az aratók után, ugye árparatás után, búzaratás után összeszedegetni, mi úgy mondjuk nyugaton, hogy böngészés, itt úgy mondják, hogy mezgerlés, ugye körülbelül. Vagy tarlózás, igen, három tarlózás, mezgerlés, böngészés, három szó is van rá, hogy összegyűjtötte ezeket, és abból kicsépelt mondjuk kettejükre két mázsát, akkor tudták jól, hogy nekik, mert tudnék, a Bibliában van kenyérrecept. Ezékiel könyvét tessenek elolvasni a negyedik fejezetében. Ott közli a Biblia, hogy mi a jó kenyér. Hát ezt csak ezt nem csinálják meg most, csak Romániában se, Magyarországon se. Bizonyos helyeken Ezékiel kenyér címen, ezt, aki megcsinálja a pék, annak fejet hajtok. Én Magyarországon két ilyen péket tudtam rábírni arra, hogy már az ég áldja meg valami jó kenyeret süssön, mert ezek a kenyerek, ezek vagy adalékból, vagy levegőből állnak, de ezek nem nevezhető kenyérnek. Két pék meg, és akkor odaadtam a bibliai receptet. Na most ezt Arany Jánosék ismerték. A bibliai recepten ott van, hogy a kenyérbe milyen gabonát kell tenni, de kölest is tegyenek bele a kenyérbe. Nagyon alapvető a köles. A Mohácsi Vészig a magyarság kölesből élt meg. Nagyon alapvető a lencse és a bab, ezt is bele kellett tenni a kenyérbe. De ott volt a kenyér fejadagja is, hogy naponta hány deka kenyeret, ha a kezedbe jut ennyi deka kenyér, most dekára átszámítva mondom, ez napi 25 deka. Aki napi 25 deka kenyeret fogyaszthat, arra igaz az, hogy kenyéren és vizen meg tudsz élni. Ez egyszer egyik hallgatóm kétségbe vonta, elment szabadságra,
és két hétig fogta magát, vett búzát, megmosta, megszárította, és naponta 25 deka búzát megevett víz kíséretében, és két hétig ilyen régi szívlapátokkal hányta a tüzéptelepen a szenet meg egyéb más dolgokat, és azt mondta, hogy ez igaz, én két hétig semmiféle elvonási tüneteim nem voltak, én minden erőm megvolt, kenyéren és vízen meg lehet élni. Mondom, hát ez a Biblia, mondom, a Biblia gyakorlati könyv, Arany Jánosék is tudták, a 25 dekát beszorzom a 360 nappal, akkor mennyi jön ki? Matematika. Hol vannak a matematikusok? Hát ha negyed kiló, 9, 9-szer 4, 36, 90 kiló, vagyis kerekítve egy mázsa búza, ha megvan, per fő. Arany János is tudta, hogy 4 mázsa búza kell, hogy a családom ne hajjon, de neki mindenét szétégette a tűz. És akkor Arany János leírja a bolond istókba, hogy akkor ő térdre esett, és azt mondta, hogy én akkor tapasztaltam meg, hogy van Isten, mert én kértem azt, hogy Istenem, a családom ne halljon éhen. És akkor tudott ő a saját szavaival kérni és imádkozni, és nem egy begyakorolt, vagy egy nem egy mi atyánkot, vagy ilyesmit, hanem a saját szükséglete, és a családja úgy nem halt éhen, hogy ő a legnagyobb ellenségétől, az akkori szolgabírótól, akinek volt egy tüdőbeteg fia Geszten, kapott állást, hogy hétfőtől péntekig kocsikázzon át Nagyszalontáról Gesztre, és Tisza Domokost a fiát tanítsa. És ezért nem halt meg Arany János meg a családja, mert minden oda veszett. Nem tudom, hogy tetszene-e tudni, hogy Arany János miből élt. Arany János gabonatermesztésből élt, almás ligetei voltak, és gabonával kereskedett is, és az újabb tőzsdeviszonyok között tőzsdére is vitte a pénzét, ahol jó néhányszor befürdött, el is veszítette, de a fia Arany László jogi és közgazdasági diplomával rendelkezett, sokszor kiúszta, tehát Arany János ebből élt, nem a Toldinak a 10 aranyából, meg a többiből. Költészetből nem lehetett megélni, ma sem lehet megélni, magyar sehol nem lehet megélni, kivéve, hogyha az állam nem ad pénzt, akkor olyan verseket kell írnod, aminél a lelkedet odaadott. Tehát Arany János nem akarta odaadni a lelkét. Na most, amikor ő átkocsizott Gesztre, a Tisza Domokosnak című verset tessenek el olvasni, abban van az életművének egyik legszebb sora, ami verszak, ami így hangzik, hogy nemes önbizalom, de ne az önhitség, rugói lelkedet nagy célra feszítsék. A legnagyobb cél pedig e földi létben, ember lenni mindig, minden körülményben. Ez szerintem ezt minden magyar embernek tudnia kell. Az én időmben, a 60-as években ezt minden általános iskolai tablóra ezt a szöveget írták ki, hogy nemes, tessék meg, hogy mennyire, milyen pontos, nemes önbizalom. De ne az önhitség, tehát itt van egy határvonal, tehát büszkeség, büszkeséget felejtsük el, hála. Nemes önbizalom, de ne az önhitség, rugói lelkedet nagy célra feszítség, legnagyobb cél pedig a földi létben ember lenni mindig, minden körülményben. Na most, ahogy ő átkocsizott oda a Nagyszalontáról Gesztre, ott hallott egy esetről, hogy a paraszti világban ez egy nagyon ritka eset volt, hogy egy egyszerű asszony megölte a férjét, megölette a férjét. Hát akkor még nem volt ilyen horrorisztikus a világ, mint most. Tehát ez egy világra szóló eset volt, hogy a szeretőjével megölette a férjét. És Arany, ahogy megtudta ezt az esetet, úgy elkezdett gondolkozni, hogy egy embernek a lelkében mi átszódhat le, ha a szeretőjével megöleti a férjét. És erről írta az Ágnes asszonyt, ami a lelkiismeret nagy drámája,
döbbenetes nagyba. Ha csak ez az egy balladája maradt volna fenn Arany Jánosnak, de én nem is beszélek többet róla, most kérem a kedves előadónkat, hogy szólaltassa meg a balladát. Arany János, Ágnes asszony. Ágnes asszony a patakban fehér lepedő érigusra. Fehér lették, véres lették, a futorba belkapdósra. Ó, írgalom atya, ne hagyj el! Oda gyűl az utca gyermek. Ágnes asszony, mit most kelned? Csitte, csitte, csibén vére, keveri el a gyolcs leplet. Ó, írgalom atya, ne hagyj el! Összefutnak a szomszédők. Ágnes asszony, hol a férjed? Csillagom, hisz oda benne alszik. Ne menjünk be, mert fölébred. Ó, írgalom atya, ne hagyj el! Jön a hajdú. Ágnes asszony, a tömlöcbe gyere mostan. Jaj, galambom, hogy mehetnék, míg e foltot ki nem mostan? Ó, égalom atya, ne hagyj el! Mi a bőrdön? Egy sugárszál odaférni alig képes. Egy sugár a bőrdön napja, éjjel pedig rémtül népes. Ó, égalom atya, ne hagyj el! Szegény Ágnes naphosszanta néz a kis világgal szembe. Nézd merően a sugárka, mint beletélek fél szembe. Ó, írgalom atya, ne hagyj el! Mert alig, hogy félrefordul, rémek lánca van körülle. Ha ez a kis fény nem volna, úgy gondolja, megőrülne. Ó, írgalom atya, ne hagyj el! Ím azonban időtelve börtönének zárni mindig. Ágnes a törvény előtt megáll szépen, ahogy illik. Ó, írgalom atya, ne hagyj el! Öltözetjük rendbe hozza, kendőjére fordít gondot. Szökhaját is megsimítja, nehogy azt higgyék megbundott. Ó, írgalom atya, ne hagyj el! Hogy belép az zöld asztalnál, tisztes őszek ülnek sorra. Szánalommal néznek ő rá, egy sem érges, vagy bogorva. Ó, írgalom atya, ne hagyj el! Fiam Ágnes, mit műveltél? Szörnyű a bűn, terhes a vád, ki a tettet végrehajtál. Szeretőd én maga barnád. Ó, írgalom atya, ne hagyj el! Ő bitonkó veszi volna, ő, ki férjedet megölte. Holtig vizen és kenyéren, raboskodva bűnhődölte. Ó, írgalom atya, ne hagyj el! Körültekint Ágnes asszony, meggyőződni épp eszéről. Hallja a hangot, érti a szót, s még azt érti, meg nem őrül. Ó, írgalom atya, ne hagyj el! De amit férjéről mondta, a szó oly visszásan tetszik, az világos csak, hogy őt haza többé nem ereszik. Ó, írgalom atya, ne hagyj el! Nosza sírni, kezd szokogni, sűrű zápor könnye folyván, liliomról perdő harmat, hulló víz jönny hattyú tollán. Ó, írgalom atya, ne hagyj el! Méltóságos nagy uraim, nézem Isten kegyelmetek, sürgetős munkám van otthon, fogva én itt nem ülhetek. Ó, jégalom atya, ne hagyj el! Mocsok esett lepedőmön, ki kell a vérfoltot vennem? Jaj, ha eszenyok maradna, hová kéne akkor lennem? Ó, jégalom atya, ne hagyj el! Összenéz a bős törvényszék, hallatára így panasznak. Csendesség van, hallgat a száj, csupán a szemek szavaznak. Ó, jégalom atya, ne hagyj el! Ered haza, szegény asszony! Most fehérre mocskos leplet. Eredj haza, Isten adjon erőt ahhoz is kegyelmet. Ó, írgalom atya, ne hagyj el! S Ágnes asszony a patakban lepedőjét újra mossa. Fehér leplét, tiszta leplét a futóba belkapdossa. Ó, írgalom atya, ne hagyj el! Mert hiába tiszta a gyolcs, benne többé semmi érjel. Ágnes azt még egyre látja, s éppen úgy, mint akkor éjjel. Ó, írgalom atya, ne hagyj el! Viradattól késő estig áll a vízmen széke mellett. Habzilája rezgő ágyát, haja fürdét kósza szellet. Ó, írgalom atya, ne hagyj el! Holdvilágos éjjelenként, mikor a víz fodra csillog, maradozó csattanása fehér súlyka messze villog. Ó, írgalom atya, ne hagyj el! És ez így megy évről évre, télen-nyáron, szünet nélkül, harmat arca hőnapon ég,
Gyönket érde fagyban kékül. Ó, irgalom atya, ne hagyj el! Őszbe fordul az ilált haj. Már nem boldó, nem is évben. Torzalakú ránc felődik, szanaszínbe sima képen. Ó, irgalom atya, ne hagyj el! És Ágnes asszony a patakban régi rongyát mossa-mossa, fehér leplep oszlányait a szilajha belkaptossa. Ó, irgalom atya, ne hagyj el! Ugye azért megrendítő ez a ballada, mert azt mondja el, hogy a lelki ismerettel nem lehet játszani. Ugye a hajduk miért szavaznak úgy, hogy felmentik? Mert megőrült. És ugye az őrült embert régen is olyan hatalmas tisztelettel vették körül, mert aki megőrült és az eszét elveszítette, tulajdonképpen az életét veszítette. Már nincs mit elvenni az életét, ezért engedik szabadon, ezért és állandóan megy le a patak, és ki akarja mosni a vért, de ugye arról szól, hogy szóval lelkiismerettel nem a lelkiismeretnek hazudni, amikor az emberbe bele van építve az igazság mértéke, és az ember tulajdon magának hazudik, és tulajdon maga lelkiismeretét öldökli meg, ez olyan, mint hogyha az ember megölni az életet. Zichy Mihálynak van erről egy döbbenetes részkarca. Én hoztam egy könyvet Zichy Mihály életéről. Ezt a részkarcot egyébként én mindig megmutatom az alapítványunk. Nekem van egy alapítványom 35 éve, ez az Oltalom Alapítvány. Fönt vagyunk a világhálón is, és minden évben május végén elmegyünk a Zichy kúriába. A Zichy kúria Zalában van. Tetszünk tudni, hol van Zala? Somogy megyében, nem Zala megyében. Jött a japán kultuszminiszter, és elvitte a minisztériumunk Zala megyébe, mondta, hogy nem, én nem Zala megyében, én Zala faluba jöttem. Zala falu a Siófoktól délre, Somogy megye kellős közepén van. Csak hát azért Zala, mert a régi földbirtokosnak ez volt a neve, hogy Zala. Nem Zalaú. Zala. Magyarul Zila. Igen, magyarul Zila, igen. De hát románul Zala. Igen. Tehát a lényeg az, hogy ha bárkinek van ismerőse, vagy önök akkor Magyarországon járnak, május utolsó vasárnapján én mindig Zala faluban vagyok, 10 órától délután 2 óráig. Minden évben így van 20 éve. Mert ott van Zichy Mihálynak egy óriási, nagy, 25 négyzetméteres, ide nem is fér neki, egy 25 négyzetméteres hatalmas olajfestménye, a démon fegyverei. Az egész mai történelem rajta van, az orosz cártól a németekig, minden rajta van. Erről több előadást tartottam a világháló, meg lehet nézni, Brassóban is, föltette a brassói magyar adás. Ha rátesszenek írni, hogy Zichy Mihály rombolás géniuszának diadala, ez a végső címe, legalább 3 előadáson fönt van a világhálón, amit teljes közelítésben mutatom be, és ott az Ágnes asszonyról is, hát Zichy végig illusztrálta az aranybaladákat. Azért gondoltuk, hogy ezzel a balladával kezdjük, mert ez egy egyéni tragédia, aki a lelkiismeretének hazudik. Na de vannak történelmi tragédiák is. Mi van azokkal az emberekkel, akik minden áron a hatalomhoz ragaszkodnak? Pénz és hatalom. És a hatalomba tébolyulnak bele. Na most következzék a verszibárdok, amelynek ugye tudjuk az előzményét, hogy amikor 49 után a nemzetünket sárba tiporták, de ugye, hogy eltelik egy 10 év mondjuk, és Ferenc József azzal az igénnyel áll elő, hogy 1857-ben Magyarországra akar látogatni, hogy írjanak róla egy dicsőítő verset. Olyan 2 millió forint az mennyi, olyan 30 ezer lejes, jó pénz az 30 ezer lejes költeményért, jó? Ma jó pénz? Hát ennyit ajánlottak fel, Lisznyai Kálmán megírta. Napokig pezsgőkben jártak, és dorbézoltak ebből a 30 ezer lej, mai számítás szerint. Arany János megírta az ellentétét,
odaírta alája, hogy Velszi Bárdok, ó angol ballada, és betette az íróasztal fiókjába. És amikor a 60-as években jött már a kiegyezés ideje, elővette, aztán el is tüntette, hogy ó angol ballada, és egy nyíltan Ferenc József ellenes vers ez, mindenki behelyettesíthető. Ha a világhálóra föltetszenek menni, Edward király, angol király léptet fakulován, hadd látom úgy, ma mennyit ér a Velszi tartomány, van-e ott folyós, földje jó, legelőin fű kövér, használta a megöntözés, a pártos honfivér. Latinói Zoltán körülbelül így adja elő, vagy még inkább így, most hadd halljuk meg mostani Szilágy főkeresztúri előadásban, de utána tessenek majd a világhálón is a Latinovics féle változatot meghallgatni. Arany János, Adászi Bárdok. Edvard király, angol király, léptet fakólován. Hadd látom, úgymond, mennyi fél a Velszi tartomány. Van-e ott folyó és földje jó, legelőim fűkövé? Használta a megöntözés a pártos honfivér. És a nép, az Isten adta nép, ha oly boldog-e rajta akarom, s mint a barom, melynek igába hajt. Felség, valóban koronád legszebb gyémántja Velsz. Földet, folyót, legelni jót, hegyvölgyet benne lesz. És a nép, az Isten adta nép, oly boldog rajta szír. Kunyhói mind hallgatva, mint meg annyi húsz a sír. Edvard király, angol király, léptet fakolóan, körötte csendben elment, és néma tartomány. Montgomery a várneve, hol aznap este szállt. Montgomery a várra vendégül a kiállt. Vadok és halak, mi jó falak szemszájnak ingere, sürgő csoport, száz szolga volt, hogy nézni is lehet. S mint amiket a szép sziget, ital, ital terem, s mint ami bor, pezsegbe for, túl messzi tengerem. Ti urak, hát senki sem koncintéltem pohár. Ti urak, ti Velsz ebek, ne éljen duárt. Vadak és halak, s mi az ég alatt szemszájnak kellemes, azt látok én, de ördögi belül minden nemes. Ti urak, hitvány ebek, ne éljen duár. Hol van ki zengetetteim, elő egy Velszi bár. Egymásra néz a sok kitész, a vendég Velsz urak, orcáikon, mint félelem, sápad fel a harag. Szóban szakad, hangtelenked, lehelet megszegik. Ajtó meg a fehér galom, őszvárt emelkedik. Itt van király, ki tette élete elszegni, mond az ag. S fegyver csörög, haló örök, amint húrja a vacsat. Fegyver csörög, haló örök, a nap vértóba száll. Vérszakra gyűlt az éjjvad. Te tetted ezt, király, levágva népi ezrei halomba, mint kereszt, hogy sírva tallóz, aki él. Király, te tetted ezt. Már jár el, igen kemény, parancsol Eduárd. Ha, nagyobb énekkel nekünk, s felé pedig hibár. Ó, lágyan kém az esti szél, Milford örölt felé. Szüzek siralma, özvegyek panaszanyőd belé. Ne szűj, rabok, ne szűz, anya, ne szoktas csecsemőt. Sintakjál, s elérte még a mágia remenőt. De vak merül, úgy sivatlanul, előáll a hajni. Hozzán a bal, magával, ez jelölni. Elhúlt a csatában a derék, no halld meg, Eduárd, nevet ki viccselejteni, nem bírod rá szabát. Emlékes síradalmat még. No halld meg, Eduárd, átok fejedre minden tarna egyszerű Velszi bár. Meglátom én, s parancsot át király rettenetes.
Márgyának jelenszegő, minden vers énekes. Szolgálj szétszárgod el, ország szerint tova. Mondko Mariben így esett a híres atoma. S Edvard király, angol király, vártad fakolóan, körötte ég, felszínt az ég, a verszik tartomány. 500 bizony dalolva ment, lángsőbb a verszi vár, de egy sem írta mondani, hogy éljen Edvard. Ha, mi éj dal London utcáin ez, feltöltetem a lótmajót, ha osszam bármilyen. Létszárnya bent se tűn nem hallodik. Fejére szól ki szót emel, király nem hallodik. Ha elő sír, dob, zene, harsogjon harsonak, fülembe zúgja átfaiba verszi lakomam. De túl a zenén, túl sír, dobon, riadó kürtönet, 500 évig hangosan a vértem felel. Az utolsó tételhez érkeztünk. Tehát van a mondacsok, van a 7 strófás 8 soros, van a 40 ballada, de Arany Jánosnak a negyedik nagy öröksége a leghatalmasabb, viszont ma a legkevésbé olvasott. 5 eposz, az elveszett alkotmány, a Toldi trilógia, a nagyidai cigányok, a bolondistók, és a Csaba trilógiából elkészült leghíresebb darab a Buda halála. Arany János több kísérletet tett arra, hogy egy ilyen hatalmas nagy műben, egy ilyen hosszadalmas epikai műben tegye közzé mindazt, amit ő a világról, Istenről, angyalokról, emberekről, életről, halálról szól. Egyszer az egész létezésről akart mondani. Ez a Buda halála. Ha a Buda halálát nem olvast el valaki, akkor hát a magyar költészetről nem sokat tud, hogy mire képes a magyar költészet. Ha valaki a Toldiból nem olvast el mind a hármat, nem csak az első Toldit, hanem a közbülső Toldi szerelmét, és főleg a Toldi estéjét, hát az is keveset tud. De Arany saját magáról is írt egy eposzt, ez a Bolondistók. Ez egy verses önéletrajz. 1848-49-ről is írt egy eposzt, hogy mi a szabadságharc idején is egymásnak mentünk. És a magyar viszály, hogy nincs egyesség magyar és magyar között, ez a nagyidai cigányok. A cigányokhoz hasonlítja a magyar nemzetet, akik mindig veszekszenek, verekszenek. Ez egy komikus eposz. Hát ezekről csak olyan sorozatokat tudnék elképzelni. Talán a világhálóra ezekről is föltettem néhány előadásomat, de hát ezekbe bele se fogok, mert ezek olyan óriási darabok, hogy ezek egy lélegzetelállító nagy darabok. Egyébként, amikor Arany nem tudott írni, mert ugye említettem, hogy 2 nagy Isten élménye volt. Az első, amikor a villámcsapás fölégette a gabonát, és a második, amikor a kislánya halálánál ott volt és vele együtt imádkozott. Amikor Arany János ezután 13 évig elnémult, akkor életművének 2 nagy darabját fordítások formájában tette az asztalunkra. Mind a mai napig ilyen nagy magyar fordítása nincsen se a Hamletnek, se a Szent Iváni Jálomnak. Ezek olyan 3000-3500 soros óriási dolgok. Angol szakos kollégáim szokták mondani, hogy ha valaki elolvassa a Hamletet Arany fordításában, ez jobb, mint az eredeti. Olyan mély szógyökökre, meg összefüggésekre, hát például Hamlet monológ, hogy lenni vagy nem lenni, ez itt a kérdés. Akkor nem es be a lélek, ha tűri bal sorsa minden nyűgét s nyilait, vagy ha kiszáll tenger fájdalma ellen és fegyvert ragadva véget vet neki? Mintha magyarul magyaroknak íratták volna. Ugye nem érződik rajta, hogy fordítás.
De kedves hallgatók, én ha Arany Jánostól egy verset ki kellene emelnem, én azt a balladáját emelném ki, amit önmagáról írt, és a mai emberről, a rohanó emberről. Ez az örök zsidó. Nem tudom, hogy tetszenek-e ismerni azt a legendát, ez egy régi, ez legenda, tehát ez nem valós történet, de egy legenda, hogy amikor Jézus a keresztfát vitte a Golgotára, akkor szeretett volna útközben megpihenni, és Jeruzsálemben egy vargának a háza előtt volt egy sise, és ott akart leülni egy kicsit megpihenni a roppant súly alatt, de ez a varga, Ahasvérus nem engedte, azt mondta, hogy menjen csak tovább a ház előttnek, és ezért Jézus azt mondta neki, hogy igen, én megyek tovább, de te is az egész életedben egy bolygó zsidó leszel. Na innen jön a középkorban, nem utolsó sorban az antiszemitizmus hatására, hogy ezt az Ahasvérus legendát, mint bolygó zsidót, aztán lett belőle bolygó hollandi, meg lett belőle bolygó magyar, meg bolyong az egész világ, de ennek az első irodalmi létrejötte ez a bolygó zsidóhoz kapcsolódik. És Arany János ennek a mezébe belehelyezi magát, valami olyan frenetikus verskezdése van, azt mondja, pihenni már? Nem, nem lehet. Vész és vihar hajt engemet. Alattam a föld nem szilárd. Fejem fölött kétélű bár, tovább, tovább. Az út, hová talpam nyomul, süllyed, ropog, átvékonyul. Ón súllyal a kolosszi lég elzúzna, ha megállanék, tovább, tovább. Döbbenetes kezdet ez. Így magyar költő még verset nem kezdett, hogy pihenni már? Nem, 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 nem lehet. Rá 100 évre I. és Gyula mert így kezdeni egy verset, nem tudom, hogy föltesszenek-e ismerni, hogy hangzavart azt, ami nekünk vigasz. Arany után 100 évvel kezdi így egy magyar költő, egy nagy magyar költő, ez a Bartók cím, nagyon nagy verse I. és Gyulának egyik legnagyobb verse. Tehát a magyar költői megszólalásban Petőfi után Arany olyan újdonságokat vezetett be, ami olyan fékezhetetlen erővel fejezi ki az indulatot, hogy az emberben mennyire erősen ott van az indulat. Pihenni már, nem, nem lehet, vész és vihar hajt engemet, alattam a föld nem szilárd, felem fölött kétélű bár, tovább, tovább, és ez a refrén, mint az Ágnes asszonyban, hogy irgalom atya, ne hagyj el, itt mindig a tovább, a tovább, az út, hová talpam nyomul, süllyed, ropog, átvékonyul, ón súllyal a kolosszi lég, elzúzna, megállanék, tovább, tovább. Föltetszenek figyelni, hogy eddig a két verszakban miről volt szó? A térről. A tér. A tér után mi a másik dolog, ami minden embert jellemez? Az idő. Rettent a perc a létező, s teher minden következő. Új léptem, új kígyón tapod, gyűlölöm a mát s a holnapot. Tovább, tovább. Egyre erőteljesebb retorikai alakzatokra vált át. Rettent a perc a létező, borzalmas ennek a földi életnek minden persze, mert tele van mocsokkal, bűnnel, gonoszsággal, hazugsággal, rettent a perc a létező, s teher minden következő. Persze jönnek az órák utánunk, új léptem, új kígyón tapot, újabb veszélyek jönnek az időben. Mit hoz a jövő? Mit hoz a holnap a holnap után? Mi felé megy az emberiség? Ezt nem így mondja ki, ahogy én most mondom, de ezekben a sűrített megfogalmazásokban benne van a mai ember összes bizonytalansága, félelme, mi lesz a jövő, mi hova megyünk, a gyerekeink látnak még világot, unokáik még fognak ezen a világon élni. Rettent a perc a létező, s teher minden következő, új léptem, új kígyón tapod, gyűlölöm a mács a holnapot, éhes vagyok. Ennem iszony. Láng az ital, midőn iszom, álmam, szilaj fölrettenés, kárpit megöl szívembe kés, tovább, tovább. Ugye volt a tér, Arany nagyon filozófikus költő,
Ugye most itt elmondtunk sok aranyverset, nehéz aranyt rögtön megemészteni, mert arany 10-20-szor kell elolvasni, olyan mély, hogy az, tehát ez nem, ez a Petőfi az ez. Ebbe beletöltenék most ilyen fekete ribizli szörpöt, jó, egy harmados arányba, ez arany, sűrű, sűrű. Oda kell figyelni minden egyes kifejezésére. Éhes vagyok, ennem iszony. Most kezd, hogy hát igen, mit csinálsz akkor, hogy éhes vagy, de nem is tudsz enni. Egy patthelyzet a világ, egy patthelyzet, hogy lennének kívánságaid, vágyaid, de látod, hogy azok elérésével újabb nehézségeket zúdítasz magadra. Éhes vagyok, ennem iszony, láng az ital, midőn iszom. Álmam, szilaj, fölrettenés, valaki rádöbben mire utal, kárpit megöl szívem bekés. Valaki emlékszik, hogy mi van, melyik darabban az, hogy a kárpit mögött valaki hallgatózik, és oda megy a főhős, beledöf a kárpitba, de azzal Polónius meghal. Hát ez a Hamletra tett utalás, amikor Hamlet így megy bele. Tehát ugye mondom, hogy Arany a Hamlet fordítója és a Szent Iván, ugye ezt Vörösmarty, Petőfi és Arany elhatározták, hogy Shakespeare olyan nagy, hogy a magyar nép kezébe ők hárman adják. Petőfi lefordította a Coriolanust, a Róma és Júliát elkezdte fordítani, aztán meghalt. Vörösmarty lefordította a Lír királyt, a Julius Cézárt, Arany lefordította a Hamletet és a Szent Iván, hatot tudtak lefordítani, aztán hát később fordították le, de valóban Shakespeare hát az egyik koronázatlan királya a költészetnek, ez a kárpit megöl szívembe ki, és ez, ugye ez egy döbbenetes. Rohannom kell, se földi boly, mellettem gyorsan visszafoly, ködfátyol kép az emberek, én egy arcot sem ismerek. Egyik verszak a másik után újabb döbbenetbe visz. Rohannom kell. Se földi boly, ugye megy előre az ember, mint hogyha egy ilyen bolyba menne, vagy egy ilyen hangya, vagy a földi boly mellettem gyorsan visszafoly, és én meg találkozom emberekkel, de kötfátyol kép az emberek. Én egy arcot sem ismerek. Az emberek kiismerhetetlenek. A világon a legveszedelmesebb élőlény az ember. Később Gárdonyi erről egy külön regényt ír, hogy a láthatatlan ember. Tudod, hogy mi van a másik emberben? Még a melletted levőben, a férjedbe, feleségedbe, gyerekedbe, unokádba, a legközelebbi barátaid is megcsúfolhatják magukat, és rászedhetnek, kötfátyol kép az emberek. Én egy arcot sem ismerek. És milyen tömeg, most átmegy a tömegre, most hogy az embereket érintem, most jön a tömeg. Előbb már említettem a tömeget, ugye, hogy vár tétován a nép, remegve bölcse, hogy a kötfátyol kép az emberek, én egy arcot sem ismerek, és milyen tömeg, és én egyedül. Habár útam közé vegyül, érzem, mint csónak a habot, mely átmenet mind rám csapott, tovább, tovább. Nem tudom, hogy első halásra teszen kell látni a képet. A csónak megy előre, belehasít a vízbe, és hogy a víz visszacsap a csónakra, az számomra a tömeg. Az számomra a tömeg. Mert a tömegtől mindig kapunk jobbról, balról egy-egy arcú csapást. Szóval a magyar költészetnek egy olyan nagy verse, hálátlanság ezt így elmondani, nem is fárasztom önöket, mert nagyon hosszú a vers. A kérdés, hogy hol áll meg a vers, mivel fejeződik be a vers? Szegény zsidó, szegény szívem, egyszer talán majd megpihen az irgalom nagy és örök. Megszán, s többé nem menj dörög, a tovább, tovább. Egyszer vége lesz ennek, de mikor lesz vége? A halállal? Mikor nyugszom meg? Mikor ér véget ez a földi kényszenvedés? Az irgalom nagy és örök.
megszán, s többé nem menj dörög a tovább. Mit jelent ez, hogy az irgalom majd megszán, és majd lesz valami megváltás, valami megoldás? Szóval Arany Jánosnak ezek a költeményei élükön a balladákkal a legmélyebben mutatják meg a földi sorsunkat, és mivel internetes világban élünk, ha betesszenek ütni, hogy az örök zsidó, tessenek meghallgatni, nagyon, nagyon kevés elmondás van, ezt a verset nem merik elmondani. Inkább el kell olvasni, van a, ugye a Széchenyi könyvtárnak van ez az elektronikus tára, és ott ki lehet keresni, de tessenek beütni, hogy 100 évvel az örök zsidó után a Szovjetunió nagy költője, Jevgenij Jevtusenko, ha tetszenek még emlékezni, aztán Amerikába kivándorolt, és nagyon jelentékeny költői tehetség volt, tessenek az örök zsidó után elolvasni az ő versét, Rohanás e kornak átka. A versszínben minden benne van, de nagyon nagy verset fognak olvasni, ha hallgatnak rám, hogy a világhálóra fölmennek. A világhálóra nem csak bugyutaságokért lehet fölmenni, ott van elég sok minden. Rohanás e kornak átka. Nagyon jó magyar fordításban olvasható, és 1960-as évekből való ez a vers. Akkor valaki most 2024-ben mit írna erről, hogy rohanás e kornak átka? Arany Jánosnak ez a 4 költői öröksége, és befejezésül engedjék meg, hogy mivel ez a kötetem is kifogyott, mert írtam ki nekünk Arany János címmel egy kötetet, nagyon slágvortokban csak néhány dolgot szeretnék az önök tudomására hozni, amit talán nem tudnak. Mert egy szót nem szóltam Arany János életéről, de itt helyén való. Arany János 10. gyermekként született meg egy olyan családban, hogy előtte 8 testvére meghalt. Életben maradt az első testvére Sára, és ő az utolsó gyerek. 25 év különbség volt közöttük, és mivel Arany kései gyerek volt, tehát az édesanyja már nem tudta megszoktatni, mert 46 éves korban már, hát azért egy asszonynak nincs elég teje. De a nővére ugyanakkor szült kisbabát, és a nővére tején menekült meg Arany János. Azért maradt életben, mert a Sára nővére minden nap a Kölesér utcából átszaladt 500 méterre az utca végére, és megszoktatta a saját öcsét. Arany János szüleinek háza leégett. Egy lakodalom következtében szikra gyúlt ki egy környező ház, vagy éjszaka volt, és az idő szüleivel kb. Egy évig egy fészerbe lakott a magyar nyelv legnagyobb művésze. Önök tudják, hogy mi a fészer. Laktak már fészerben huzamosabb ideig? Arany János lakott. Arany János 4-5 éves korában az édesapja megtanította betűvetésre, mivel a Bibliából történeteket olvasott fel neki, és a hamuban, ugye ló trágyával és földdel volt a ma is megnézhető nagyszalontai aranyház alja, és oda hamut szórt, és ott a betűvetésre megtanította Arany János, csak hogy ez az édesapa megvakult. 7 évig volt vak az édesapja, egyik éjszaka kiment, és fölnézett a csillagokra, és úgy gondolt, hogy ő lát, újra lát. De nem hitt el magának, bement, lefeküdt, hogy majd reggel fölkelek, hogy majd látok-e újra, és fölnyitotta a szemét, és látta a szekrényt, látta a komódot, aminek a egyes kihúzott fiókjaiban aludtak a gyerekek. Ugye a 8 gyerek olyan 1, 2, 3, 4 éves korában halt meg. Mostanra derítette ki a kutatás, hogy miért haltak meg. Vízkór. Fertőzöttek voltak a vizek. Ez a nagy szalont egy lápos talajú világ. Ma is, ha elmegyünk oda, mindenkinek ajánlom, hogy azért menjen el. Ki nem volt még nagy szalontán, tegye fel a kezét. Aki nem volt Nagyszalontán, áprilistól októberig látható a kis zsupfödeles ház, a csonkatornyot helyrehozták, gyönyörű a kiállítás,
És én is szoktam ott előadásokat tartani, épp egy hónapja voltam ott, egy gyönyörű szép termet csináltak, és nem, igen, le a kalappal, amit a nagyszalontaiak most az arany emlékekből csináltak. Az édesapja látni kezdett, és utána minden reggel elment a tőlük 500 méterre levő református templomba, térdre borult, és minden reggel egy ilyen áhítattal kezdte a napját. Arany ilyen légkörben nőtt fel. Az édesanyját korán elvesztette, már nagyon gyorsan kenyérkeresővé kellett válnia, hogy mikor negyedikes volt, már az elsősöket tanította bizonyos éhbérér, pár fillérér. Már 10-12 éves korában a magyar mellett románul tudott, mert akkor már ott voltak románok, főleg parasztemberek. Tudnia kellett latinul és németül. És ő a második magyar költő, Balassi Bálint az első, aki olyan 10 nyelven tudott, mert Balassi törökül is tudott, Arany nem tudott törökül, de utána megtanult angolul, franciául, olaszul, külön Dantéért, és kicsit spanyolul is, hogy fordíthasson és eredetiben élvezhesse a költeményeket. Arany János nem készült költőnek. Egy pályázatra adta be az elveszett alkotmányt, és ott első díjat nyert, de szinte senki nem figyelt fel rá, úgyhogy 2 év múlva a Toldit is beadta. Azért tudta olyan gyorsan megírni a Toldit, mert a szomszédjában klarinéton gyakorolt egy zenész, és olyan hamisan fújta, hogy őt arra serkentette, hogy gyorsan írja, és gyorsan néhány hét alatt ő is megírta a Toldit, mint ahogy Petőfi a János Vitézt. Arany János, ahogy említettem önöknek, gabonatermesztésből, alma, tehát Arany János költői életműve ennyi, a számadás füzetei ennyi. Ezt kiadták különben. Olyan pontos ember volt, mindenről szám, hogy hány almát, hány mázsa, zsák, stb. A sógorának hagyta ott örökségül Nagyszalontán, amikor ő Pestre került. Arany János 3 városban élt mindösszesen, Nagyszalonta, Nagykőrös, Pest, de mivel rendkívül sok betegsége volt, ezért a felvidéki Sziácsra egyszer elment, és a mai Karlovivarinak nevezett, akkor Karlsbadnak nevezett gyógyhelyre 8-szor. Ezen kívül Arany János Magyarország határain kívül nem tette ki a lábát, de a tegnapi hősöm se, Petőfi, csak a régi történelmi Magyarország keretein belül alkotta meg világra szóló életművét. Most már a búcsúzás perce, de azért még fárasztom önöket a számomra legnagyobb hitbeli versével, amelynek ez a címe Dante. Dante katolikus költő volt, az 1860-as években ünnepelték születésének 500. évfordulóját, és Arany János, aki teljesen nyitott volt, mint református ember, teljesen nyitott volt mindenféle vallás iránt. Tehát ő nem nézte le a katolikust, az evangélikust, a baptistát korában. Arany János feleségét a spiritiszták környékezték, sajnos a felesége elég erős spiritista befolyás alá került még Nagykőrösön. A fia is, egyébként az egész Arany család a század végére kihalt, mert a lányának a kislánya is meghalt, akit őt neveltek fel a feleségével, a fiának pedig nem születhetett gyermeke. De Arany János élete végéig ragaszkodott Istenhez, és küzdött a hittel. És ennek a hitbeli küzdelmének, hát most ez a vers is olyan vers, hogy első hallásra nem biztos, hogy mindent tetszenek belőle érteni, ennek ellenére elmondom, mert egy mélységes vers, a végét biztos, hogy tetszenek érezni. Aki tudja, hogy Dante ki volt, aki ostorozta a pápák bűneit, aki a Jelenések könyve proféciáit ráolvasta Rómára, aki egy ilyen kora reformátor volt tulajdonképpen Luther és Calvin elődje 300 évvel a nagy reformáció előtt, Dantének az isteni színjátékát mindenkinek szeretném nagyon-nagyon olvasásra ajánlani. Ő mondja azt, hogy azért jár bölcselmetek egyszer erre, másszor arra,
mert a hiúság szerelme és a látszat ide-oda csalja. S mindehez még több az egek türelme, mint aki a Szentírást meggyalázza, mellőzve vagy értelmét elterelve. Nem gondolják meg, mennyi vérrel ázva hult földre magva, s mi nagy becse van annak, aki magát hozzátartva megalázza. Mindenkinek saját eszméi vannak, azokra büszke, s mindazt prédikálják, s hallgatni kell az evangéliumnak. Ugye milyen időszerű? Mindenkinek saját eszméi vannak, azokra büszke, s mindazt prédikálják, s hallgatni kell az evangéliumnak. Tehát ez az én búcsú versem. Arany János Dante. Állottam vizének mélységei fölött. Sima volt a fölszín, mint az árnyék. Alig rezzentettem meg a rózsalevelet, mint rengéskor a föld, alig hullámlék. Acéltiszta tükre visszaverte híven a világot, s benne engem is az embert, de mélységeibe nem hatolt le a szem, melyet csupán ő, talán ő sem ismert. Csodálatos szellem, egy a mérhetetlen éggel, mely benne tükrődzik alattam, egy csupán mélységben s terjedetben, mivel mindenik oly megfoghatatlan, az ember, a költő, ó, mi bitang ez a név, hitvány koszorúját elejti, s mintha lábait szent egyházba tenné, imádva borul le, mert az Istent sejti. Lehet-e a szellem az Istenség része? Hiszen az Istenség egy és oszthatatlan. Avagy lehet-e, hogy halandó szem nézze a szellemvilágot teljes öntudatban? Évezred hanyatlik, évezred kél újra, míg egy földi szem e világba téved, hol a hitlen ember imádni tanulja a köd oszlopában rejlő istenség.